A Városháza dísztermében megrendezett ünnepségen Farkas Erzsébet köszöntötte a megjelenteket. Makó város polgármestereit úgy fogalmazott, a jelenkor mindennapjaiban is büszkének kell lennünk Szent Istváni hagyatékunkra és arra, hogy egy több mint ezer éve fennálló országban élhetünk. Hozzátette, ebben az időszakban még talán a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van az összefogásra és összetartozásunk erősítésére. Az ünnepségen ezután Lázár János országgyűlési képviselő vette át a szót. Az építés fejlesztési és beruházási miniszter beszédében rámutatott, biztonsági kockázatokkal és energiaellátási nehézségekkel, háborús inflációval, járványhullámokkal és háborús válságokkal terhes ridegnapok járnak ma Európában és a világban. Most mutatja meg igazán a történelem, hogy mennyire fontos Szent István álma az önálló magyar nemzet. Bajban válik csak láthatóvá, miért olyan kivélet, kivételes Szent István műve, amely meggyőződésem szerint leginkább az egyensúlyra épül. Arra a finom egyensúlyra emlékeztetek, amelynek megtartása és elérése mindig gyarapodást, és amelynek fölborulása mindig csak bajt hozott erre a nemzetre és erre a térségre itt a Kárpát-medencében. A nyugat, a keresztény talapzaton álló Európa és nagybetűvel az önrendelkező magyar állam közti egyensúlyról beszélek. Európaiság és magyarság szövetségben létezés és a saját utas járás egyensúlyáról. Nekünk magyaroknak ezer éve mindenkorban meg kellett küzdenünk ezért az egyensúlyért, mert hol jobbról, hol balról, hol nyugatról, hol keletről fenyegette veszélyezt az egyensúlyt. Lázár János hozzátette: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a régi világ már soha nem tér vissza. Más lesz az energiahelyzet, más lesz az európai gazdaság, benne pedig többek között a mezőgazdaság és az élelmiszeripar működése is átalakul. Új világ közeledik. És aki az új világ építését előbb kezdi el, az előbb is fogja belakni, és előbb is fogja otthon érezni magát ebben az új világban. Nekünk, magyaroknak ezért az építésre kell most összpontosítanunk, erre kell összevonnunk az erőnket. Szent István idejében templomok és várak építésére volt szükség, most védművek és egy új gazdaság építésére van szükség. Védművek építésére, de nem csak kézzel foghatókra, mint egy határkerítés, hanem a szó átvitt értelmébe vett sáncok és végvárak felhúzására is, amelyek védik a rezsicsökkentést, védik a választópolgárok érdekeik, védik a családoknak járó támogatásokat, védik a munkahelyeket teremtő adórendszert, vagy éppenséggel védeni próbálják a nemzeti fizető eszközt, a forintot. És építeni kell az új gazdaságot, olyan beruházásokra kell összpontosítanunk az erőnket, amelyek az energiaválság és a klímaválság tanulságaira egyaránt tekintettel vannak és reagálnak. A miniszter hangsúlyozta, minden válság egyúttal lehetőség is. Szent István példája arra tanít meg minket, hogy a régi és az új világ ütközésénél hogyan lehet sikeresnek lenni, hogyan lehet egyensúlyba hozni értékeinket és érdekeinket. A kormány célja az, hogy a mostani nehézségekkel teli időszakból Magyarország megerősödve jöjjön ki. Az augusztus 20-ai ünnepség további részében dr. Lantos Péter professzor vehette át a díszpolgári címet, majd Bíró István görög katolikus parókus és Stefán Zoltán református lelkész a hagyományokhoz híven megáldották és felszentelték a város új kenyerét. Az eseményt kis csillag annan népzenész közreműködése tette még színvonalasabbá.